Sziasztok! Ezt a videót azzal a célral készítem, hogy körbejárjuk és tisztázzuk a projektjeimmel kapcsolatos helyzetet. Szó lesz a Pangea TV-ről, a Széles Mosolyról és az egy akacuk is életéről is. No. Vírushelyzet karantén, korlátozások, stb. Ugye 2014 óta képregényeket adok ki, és részben ezen képregények árusításából is élek meg. Ezeket a képregényeket meg lehet rendelni mai napig online, felületes, online felületen is a szélesmosoly, de én Emellett ezt ö, személyesen is árultam. Értsd! Ö, gigantikus méretű bőröndökkel, dobozokkal, vértizzadva, cipekedve szállítottam másodmagammal ö, különböző rendezvényekre. Elsősorban Pesten a mondókon képregénybörzéken, képregényfeszteken, továbbá rendszeresen jártam Szegedi, Debreceni, Szolnoki, Dunaúi városi és sok-sok egyéb más rendezvényekre. És ugye ott tárusítottam a képregényeket. Aztán jött a koronavírus. Szóval kereken egy éve nem voltam semmilyen képregényes rendezvényem. Mint mondtam, online továbbra is él a rendelhetőség, de bevallhatom, hogy, hogy rendelni sokkal kevésbé szeretnek az emberek, mint sem élőben vásárolni. Ugye macerás, sérülten érkezik, rosszabb esetben esetben meg sem érkezik, köcsög a postás. Továbbá azt szoktam hallani, hogy személyesen azért mégiscsak személyesebb a vásárlás. ugyanis lehet beszélgetni is, kézből kézbe kapod, helyben van már akinek. Szóval a lényeg, hogy a vírus helyzet miatt kénytelen voltam a képegényes egy picit félrerakni, és elkezdeni gondolkodni egy, hogy mi legyen az alternatíva. Na most, miért animáció? Miért nem egy is élete. Amióta 2011-ben abba hagytam az egy is életét, szinte nap mint nap megkapom, hogy miért nem folytatom, mikor jön a kövi rész, hol a 32. rész. Már sokszor és sok felületen kifejtettem, hogy miért hagytam abba az egyakacukis életét ennyire hirtelen. Hát mentálisan eléggé nehéz időszakomat éltem akkoriban. Ha az ember extrovertált, szereti az embereket közvetlen, akkor a magánélete sem olyan értelemben magánélet, mint egy introvertáltnak. Sokkal kevesebb dolgot rejtünk vék alá, sokkal kevesebb titkunk van, ez pedig akkor üt nagyon vissza, ha az ember folyton középpontban van. Szóval leírhatatlanul ködös felhők ülepettek az animés közeggel kötött kapcsolatom fölé. Ez pedig mivel teljesen összekötöttem az akkori munkásságommal, ösztönszerűen úgy cselekedtem, hogy abba hagyom az is életét. Na most ez a görcs ez a csomóban végződő elmetszett fonál továbbra is ott hever levágva, és hát nem érzem úgy, hogy vissza kellene sétálnom kicsomózni. Nem mondom, hogy sosem fordult meg a fejemben, hogy folytassam az egy is életét, mert rengetegszer előfordult. Sőt, nagyon is közel álltam ahhoz, hogy, hogy tényleg folytassam. Főleg azért, mert a, nek a követelőző pöcsök mellett megszámlálhatatlan az az ember, aki, aki, aki megérdemelni a, a folytatást. De először is mindig visszarántott az előbb említett mentális mementó. Másodszor pedig megutáltam a Naruto-t. Századszor is Edo meg, meg mit tudom én, hány embert már visszarángatnak, hogy na még egyszer futtassuk meg, miközben már semmi értelme nincs a, ennek a dolognak, és hogy már... vah. Wow. Szóval szerintem nagyon-nagyon-nagyon rossz lett az egész. És hát szóval már annyira brutálisan távol állt tőlem ez a, az egész Naruto világ, hogy nagyon. És amit meg szerettem benne, azt szerintem már így, tehát az, azt én már úgy vászonra vittem, tehát kiadtam magamból azt, ami, ami, amivel hódulatomat tudtam volna kifejezni megfelelőképpen a, a Naruto világa iránt. És szerintem ez így kerek. Ha meg nem kerek, akkor meg ott van a Leo és Elton. Mert amúgy azt még mindig mindenki elfelejti, hogy a Leo és Elton az az egyakacukis élete folytatása. A Leo és Elton az az egyakacukis életének a lezárása gyakorlatilag. Oké, okay, hogy a Leo és Elton végén is van egy, egy kérdőjel, egy feldobott labda, de én azt abszolút nem úgy szándékoztam beharangozni, hogy na most ennek folytatás lesz, hanem azzal pont, hogy lezártam egy érát, és azzal jeleztem, hogy na itt vége a Leo és Eltonnak, itt vége az egyakacuk és életének, és innentől már lényegében a Naruto jön. Szóval, ja, ott a Leo és Elton. Csak hát ugye, jújjújjújjúj, júj, 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 az pénzbe kerül, ha, jaj, 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 1500 pénzbe. Ayu, jaj, 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 úgyhogy hát az szóba sem jöhet, ugye? Szóval arra jutottam, hogy újra animálni kéne. De mit? Széles mosoly? Itt e kegyetlen meló lenne ezekkel a karakterekkel. E Oké, okay, ilyen low budget a szinten azért meg tudtam volna csinálni, de amúgy. Mai napig ö, elsősorban az ilyen rossz májú emberek szemében ö, az az illúzió él rólam, hogy, ö, hogy ennyit tudok. Tehát, hogy az egyakacuk is élete az a szint, ami, ami nálam a maximum. Van például egy csávó, aki ö, minden felületen próbál engem pocskondiázni, hogy ha-ha-ha-ha, mit keres a Fekete Daniel Art clubokban. Mert hogy nem is tud rajzolni, meg nem is tud animálni, és hogy úristen, én lemásoltam a Naruto-t, és ezt senki nem veszi észre. Tehát mindenképp ö, olyan ö, koncepcióban gondolkodtam, ami minőségét tekintve... Ö, Elér egy olyan szintet, ami, ami kompromisszumot köt a minimalista és a maximalista fogalmakkal. Akkor legyen egy teljesen új projekt. Leegyszerűsített karakterdizájnokkal, nem precízen kimért körvonalakkal, hanem inkább lazakézmozdulatokkal, sketchszerűen, viszont minőségi részletes animációval, nem szimpla tátogással, hanem szépen mímelt szájmozgással, nem merevlábas előre-előre tologatással, hanem dinamikus léptekkel. Szóval értitek, tehát, hogy azért az egyik azok is megvolt az a, az a trash formátuma, ami, ami, bármilyen értelemben is eufemisztikusan trash, attól még trash. Szóval, rendben, legyen így. Mi legyen a téma, ugye? Mi az a téma, amit tutira szeretni fogok csinálni, amit tutira nem unok meg? Hát akkor országos titok leleplezése indul, Dino buzi vagyok. De nagyon. Mentethetlenül. Eszembe is jutott baszki, hogy hogy én még gyerekkoromban A4-es lapokra, tehát minden egyes A4-es lapra egy képkockát lerajzoltam dino emberekről, ahogy sétálnak, mindenféle cselekmény nélküli cselekvéseket produkálva. Szóval a sors is úgy akarja, hogy dinókat rajzoljak. Bum! Csináljuk. Szóval... Pange a TV. Uh, ezen az animációs projekten fogok dolgozni, egészen addig, vagy legalábbis addig mindenképp, ameddig a járvány tart. Aztán, hogy utána mi lesz, mikor folytatom a széles mosolyt, uh, uh, tehát az, az, az majd akkor dől el, amikor, amikor végre így kievickélünk ebből a vírusos mizériából. Ja, igen. Vicces sztori. Uh, ugye van a hivatalos egy a is élete csatorna. Pff, nagyon gáz. Szóval... Ezt egy ismerősöm csinálta annak idején az engedélyemben. Ő, ő, kezelte meg mindent, tehát ő töltötte fel a részeket is. Én, aki vágja, hogy hogy indult az, az egész annó, én soha bilós egyetlen egy epizódot nem töltöttem fel a Youtube-ra. Én uh, minden epizódot a narutokun.hu-ra küldtem el annó, így már belgondolva, jó nagy hülyeség volt, csak hát hogy a franc sem gondolta, hogy a, a Youtube az, az ekkor ekkora egy ilyen egy olyan felület lesz, hogy, hogy, hogy úristen ott mindent oda, oda, kell gyártani. Úgyhogy én ezt így leszartam, és, és és mondom, soha nem töltöttem fel semmit YouTube-ra, viszont letölthetőek voltak az epizódok, és hát mindenki feltöltögette. Úgyhogy előbb-utóbb jött az ötlete ismerősömnek, hogy hát akkor egy helyen gyűjtsük már össze, és akkor az legyen a hivatalos egy akacuk is csatorna. Jó, megcsinálta, és ez lett a hivatalos egy akacuk is élte csatorna. Majd amikor kijött a Leo és Elton, visszakértem, mert elkértem tőle ezt a csatornát, hogy akkor mégiscsak legyen nálam, és akkor jó, majd én fogom kezelni jelszót változtattam. Aztán úgy 5-6 évig nem léptem be. Soha. Még csak így kommentet nézni sem, soha nem léptem be. Aztán kitaláltam, hogy kicsit átrendezem, és akkor majd ott fogom prezentálni a Pangea tévét is. Na de. Mi volt a szánalmas gigszer? Kurvára elfelejtettem a jelszót. Úgyhogy az a helyzet, hogy minden ezzel kapcsolatos régi e-mail, az, 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 az mára már automatikus törlésre került, tehát törölte a rendszer. Szóval nem tudom visszakeresni, hogy mi volt a jelszó, nem tudom mi volt ez a biztonsági kérdés, egyszerűen mindent végigpróbáltam, és egyik sem, úgyhogy nagyon-nagyon gáz, tudom, de hát ez van. Próbáltuk felvenni a kapcsolatot a Google-lel, google val google ahogy tetszik, hogy figyelj, már hiddel, hogy ez az én fiókom, de egyszerűen nem, 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 lehet, nem lehet visszaállítani komolyan. Úgyhogy a hivatalos egyakacuk is élete YouTube csatorna, Hivatalosan szellemcsatorna. Bocs. Tehát uh, itt a Fekete Dani csatornán fogom uh, debütáltatni a, a Pangea TV újabb és újabb epizódjait. Körülbelül havonta egyet. Uh, a második rész már majdnem kész van. A harmadik uh, részhez pedig már elkezdtük felvenni a hangokat. A szöveget. Az egyakacsuk is életével ellentétben, itt először a hang kerül rögzítésre, és arra animálom rá a gesztikulációkat, hogy így még inkább összepasszoljon a hang és a kép. Ugye az egyakacuk is életénél ott pont fordítva volt, hogy meganimáltam, természetesen meg volt írva a szöveg, meganimáltam, így nagyjából kimértem, hogy ez a szöveg mennyire fog tartani, ugye ott igazából nem volt bonyolult meganimálni, hogy beszélnek, mert annyi volt, hogy elkezdte mondani a mondatot, kinyitotta a száját, befejezte a mondatot, becsukta a száját. Úgyhogy ezen mindenképp szerettem volna változtatni, és ugye ezt ez így sokkal könnyebb, hogyha tényleg a, 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 a szinkron hang az, az át tudja adni a saját jellemét is, be tud adni egy kis pluszot, a, a hangba, és akkor t -t -t -a, meglátjátok, hogy így sokkal-sokkal jobb a, a, a karaktereknek a kifejezés, kifejezésmódjának az ábrázolása. Tehát már egy picit előre dolgoztam, de szeretem is tartani ezt a tempót, hogyha esetleg valami felmerülő csúszás lenne, akkor az ne az legyen, hogy úristen, most gőzerővel kell dolgozni. Most azonban, hogy ne legyenek ö, ilyen ö, holtjáratok egy hónapos holtjáratok két epizódok között. Szeretnék más videókat is feltölteni ide. sorban, hogy egy hogyan animáljunk péntel tutorial sorozatot szeretnék csinálni. Mert igen, mai napig péntel rajzolok, egérrel rajzolok, nem mi az Isten az digitális táblával? Egyet egyszer próbáltam még sok csak évvel és nekem rohadtul nem állt Nekem idegesített, hogy nem rakhatom le a kézfejemet, és hogy nem, 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 az nem az én világom. Szóval egérrel rajzolok. Tehát azt is szeretném megmutatni, hogy hogy némi uh, tanított szakmai háttérrel, némi uh, autodiktata háttérrel miképp tanultam meg uh, ilyen szinten animálni paint tehát, hogyha valaki szeretné ezt elsajátítani, annak szeretném megadni a, a, ehhez a lehető legtöbb segítséget. Másodszorban pedig szeretnék némileg nem a szószoros értelmében vett interaktív kérdezfelelek videókat csinálni. Ezt értsétek úgy, mint ezt a videót, hogy megpróbálom összegyűjteni azokat a témákat, amik a leginkább érdekelnének titeket, és amikkel kapcsolatban a legtöbb kérdés merül fel. Ezek lehetnek akár a Pangea TV-vel kapcsolatosak, akár a Széles kapcsolatosak, és még talán az egyik a életével is kapcsolatosak. Na és szóval ezekből szeretnék ilyen nem hagyományos értelemben vett kérdezfelelek videókat csinálni. Nagyjából az lesz a menetrend, hogy hónap eleje Pangea TV, egy vagy két hetes eltéréssel animációs gyors, animációs gyors kurzus pénzben, szintén egy vagy két hetes eltéréssel pedig Duma videó, és ugyanez ismételgetve. Azt hiszem, hogy végigvettem mindent amit szerettem volna közölni, ha mégsem, akkor azt majd a legközelebbi alkalommal. Addig is kérlek titeket, hogy nézzetek bele a Pangea TV-be. Szerintem, akinek tetszett az egy is élete, annak ez is el fogja nyerni a tetszését. Már csak a szinkronhangok miatt is. Nem csak én, hanem nagyon sok ismerős szinkron fel fog csendülni a Panga tv is. Itt kommentben írjátok le, legyetek szívesek, hogy milyen témákkal kapcsolatosan hallgatnátok kibeszélést. Ha pedig szeretnétek támogatni, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalamon. Hát akkor köszönöm a mentes figyelmet, Dani voltam, sziasztok!